Az európai értékek népszerűsítését célzó projekthez kapcsolódott két helyi fiatal az EGRI Közösségi Alapítvány egyik nyertes pályázata segítségével. Orsolya és György Belgiumba, illetve Olaszországba utazott, ahol felkeresték a helyi közösségi alapítványokat. A helyszíneken összesen két hetet töltöttek. Azért indultunk, hogy a Youth Bank modellt tanulmányozzuk, ami azzal foglalkozik, hogy fiatalok csoportjainak az ötletét támogatja így pénzösszeggel, valamint így az ötleteiknek a kidolgozásában is segítenek akár szakemberek így közösségi alapítványoktól. A két fiatal útjuk során fotókat, interjúkat, illetve videókat készített, hogy az élményeiket, tapasztalataikat megörökítsék, majd megosszák a közösségi oldalakon, például az alapítvány csatornáin. Sziasztok! Ma a kelet-franciai közösségi alapítvány egyik koordinátora, Didrik fogja nekünk elmesélni, ők hogyan használják a Youth Bank modellt. Válaszol néhány kérdésünkre, illetve adj néhány jó tanácsot. A fiataloknak lehetőségük nyílt a tapasztalat cserére, illetve bepillanthattak a külföldi közösségi alapítványok működésébe, munkájába. A Monzában volt egy ilyen hátrányos helyzetűeket segítő projekt, arról is készült már egyébként videóanyag, hát én ott nagyjából sírtam, tehát hogy az nagyon, nagyon megható volt, és nagyon jó volt látni, hogy fiatalok segítenek hátrányos helyzetű esetleg fogyatékkal élő másik fiataloknak beilleszkedni, és jól érezni magunkat. A pályázat az EGRI Közösségi Alapítványhoz kapcsolódik, amely szervezet egyik célja, hogy a fiatalokat bevonják a helyi megmozdulásokba. A legutóbbi projekt segítségével a résztvevők tapasztalatokat szerezhettek, amelyeket később hazánkban kamatoztathatnak, megoszthatnak társaikkal. A projektnek az volt a témája, hogy az európai értékeket népszerűsítse Magyarországon is, az Európai Unió értékeit, amit nem nehéz, mert ezek olyan általános értékek, ami tényleg fontos a világunkban, és a fiatalok különösen toleránsak és nyitottak ezekre a dolgokra. Úgyhogy igazából a projekt célja az volt, hogy olyan csodálatos fiatalokat küldjünk külföldre tanulmányútra, mint Orsi meg Gyuri, akiktől aztán mi sokat tanulhatunk, és egy kicsit az ő szemükön keresztül tudjuk már nézni azokat a dolgokat, amiket ők megtapasztalnak. Az út során a résztvevők arra is ötleteket kaptak, hogy miként tudják népszerűsíteni a helyi közösségek a már meglévő programjaikat. Az alapítvány például legközelebb az EGRI fénykép elnevezésű rendezvényére készül, amelyet a tervek szerint szeptember 6-án tartanak. A fiatalok a projekt alatt szerzett tapasztalataikat videók formájában is megosztják, emellett előadásokra készülnek, például az Országos Közösségi Alapítványok találkozójára.